Sok éves hagyománynak örvend kiskörös város fúvózenekarának életében a nyáresti fúvós muzsika, mely az idei évben augusztus 31-én szombaton a 30. kiskörösi szüret szlovák nemzetiségi napok programjaként kerül megrendezésre. Ennek mindenki nagyon örül és nagyon várja ez az újévi koncert után a második vagy azzal egyenértékű koncertünk, és most megkaptuk ugye a szüreti Ö, fesztiválon belül a nagy színpadot, így ö, reméljük, hogy minél szélesebb ö, közönség előtt tudunk majd fellépni. Az ingyenesen látogatható hetedik nyáresti fúvos muzsika 17 órakor veszi majd kezdetét, mely során egy igazán széles és színes repertoárral készülnek az érdeklődők számára, melyben olyan dallamok is felcsendülnek, amelyeket korábban még nem hallhattak a fúvós muzsikát kedvelők. Vannak ö, jól bevált sztenderek, de, de az, az, mindig én is és a zenekar is próbáljuk folyamatosan változtatni. Tehát látjuk azt nyilván, ami, ami bevált, azt mondjuk újévi koncerten bevált, azt még nyára ki fogjuk hozni és el fogjuk muzsikálni, de, de tovább már nem visszük. A régiekből se szoktunk nagyon válogatni, inkább megyünk mindig az új felé, és ezeket a darabokat szoktuk megfürdetni. Sipos Béla elmondta, hogy a zenekarban egyre jellemzőbb a fiatalok jelenléte. Egyre ügyesebbek hozzászoktak, volt, aki az első fellépése az az újévi koncertünk volt január 1-én, nagyon izgultak, láttam rajta, de, de a zenekar nagyon befogadta őket, nagyon bíztunk bennük, hogy hihetetlen ügyesek lesznek, és hozzákat tőlük elvárható szinten, és egy folyamatos fejlődési ív az, amit nekik próbáról próbára, koncertről koncertről, mint ahogy nekünk is, produkálnunk kell. A sípos Béla által vezényelt nyáresti fúvós muzsika koncertjére tehát augusztus 31-én 17 órakor várják a közönséget, amelyen kiskörös város mazsoret csoportjai, valamint Tömösi Tamás énekes is közreműködnek.